A hátam mögött látható a buják család háza, amely mindig a gyerekkacajtól zenget. Sajnos szombaton hajnalban a tűz vált. Az öttagú család fedél nélkül maradt. A gyerekek a nagymamájuknál vannak, és remélik, hogy nem sokára visszakapják a régi életüket. Kormos falak, üres szobák, betört ablakok, porrá égett tárgyak. Így néz ki a kupuszinai öttagú családháza. A tűz akkor ütött ki, amikor az egész család aludt. A tűz az a, az idősebbik fiam szobájába keletkezett. Most pontosan nem vagyunk benne biztosak, de több mint valószínű, hogy a kalorifer lehetett. De hát ez olyan, hogy örökös titok marad mikor észrevettem, hogy ég a ház, akkor rögtön szóltam mindenkinek, kaptuk a gyerekeket, és mentünk ki. Kiszedtük a biztosítékokat, átmentünk anyukámhoz, hívtuk a tűzoltókat. A riasztás után hamar a helyszínre érkeztek a tűzoltók. Mintegy két órán át oltották a tüzet. A konyha és két szoba épségben maradt, de ott is látszódnak a lángok nyomai. Fűteni csak a konyhában lehet, áram is csak a két szobában van. Ennek ellenére a pár ott maradt helyrehozni a károkat. Itt maradtunk, mivel hogy ami megmaradt, próbálnánk helyrehozni, meg amit csak lehet lemosni, meg megcsinálni. Maradt-e értékes tárgy, vagy minden a tűz vált? Valamennyi megmaradt, ami ezekben a szobákban voltak, annyi megmaradt, a többi az elment minden. A tűzben dokumentumok, családi emlékek vesztek oda, de örülnek, hogy mindenki épségben van. A ház teljes körű felújításra szorul, a család minden segítséget elfogad, hiszen az édesapa az egyetlen pénzkereső a családban. A számlaszám megtalálható médiaházunk honlapján. Emellett ruhát, bútort is elfogadnak, de hálásak lennének azoknak az embereknek is, akik kétkezi munkájukkal segítenék a ház felújítását.